A karantén időszaka alatt életedben először tanárnéniként és szakácsnéniként és takarítónéniként kell létezzél egyszerre, és akkor rájössz, hogy hát ezek nagyon kemény feladatok. A nevem Eszter, 42 éves vagyok, és 3 gyerek anyukája. Azt éreztem, hogy a tanárok egyébként nagyon hamar átálltak, rögtön ment az, hogy reggel 8-tól már nekik órájuk van, online órájuk van, és rendesen 2-ig ment a tanítás, tehát minden órát megtartottak. És akkor egyszer volt egy olyan, hogy a Jónáskának kezdődött az órája, a 8 éves elsős kisfiamnak, és ő még aludt. Tehát hogy a Jónáska nehezebben állt fel a rendszer a Jónáskának, mint ahogy megnyílt a gépem, meg bejelentkeztünk a Zoomra, és ő még bele gyorsan egy kakaót bele kellett borítani, hogy az ő rendszere is felálljon. A Léna, aki 12 éves, neki volt egy olyan feladata a suliban, amit szerintem zseniális ötlet volt, hogy kedvenc ételedet főzd meg, és csinálj erről egy kis videót, egy ilyen kis home videót, hogy hogyan csinálod meg. És akkor zappal a csintát sütött, és akkor erről volt egy ilyen kis videó, amit az iMovie-val vágtunk össze. Akkor kezdtük el egyébként az egész iMovie alkalmazást, hogy megismerj, hogy hogyan lehet vágni vele. Ahogy megtanultuk együtt, hogy hogyan kell a vágásokat egymáshoz illeszteni, meg hogyan lehet effekteket, meg gyorsításokat, lassításokat, hangokat hozzáadni. Ahogy ezekre rájöttünk, utána így nem is tudom, tehát utána már nem is kellett segítenem egyáltalán neki, hanem teljesen egyedül csinálta. Az volt a nehéz, hogy ugye mivel minden így online történt, hogy akkor, amikor nem online idő van, akkor hogyan tudunk valami mást csinálni, mert az elején elkezdtünk jógázni, de persze az is tulajdonképpen rájössz, hogy hát felrakod a laptopodat az asztalra, és akkor rámész valamilyen gyerek jóga oldalra, ahol egy nő mondja a feladatokat, hogy mit kell csinálni, és akkor megint csak egy képernyőt bámulunk, de legalább közben jógázunk. És akkor rájöttünk, hogy muszáj beosztani a napunkat, különben teljesen szétfolyunk össze-vissza, mindenki csak úgy valamit csinál. Hát azért kemény volt, tehát viszont mindenkinek nagyon kemény volt ez az időszak. Nekünk is lett egy karanténkutyánk, és akkor ugye, amikor pici volt még, és hát egy ilyen kis szőrgumó volt, de persze most is nagyon sokat fényképezzük, de akkor meg aztán tényleg nagyon sokat fényképeztük. És akkor az nagyon jó, hogy van ez az AirDrop alkalmazás benne, hogy nem butítja le a képeket, úgyhogy állandóan küldözgettük egymásnak a fotókat a Manuelről, hogy éppen hogyan áll a csodálatos bundája. Nem vagyok egy nagy technikai zseni, úgyhogy elég sokszor voltam kénytelen segítséget kérni, úgyhogy ilyenkor beszoktam menni, vannak ilyen kifejezetten ilyen szaküzletek, ahol az ember tud segítséget kérni olyan szakemberektől, akik kifejezetten Apple termékekkel foglalkoznak. És akkor hát mindig egy ilyen kiderül, hogy teljesen banális dolgon vérzek el, és akkor ilyenkor tök jó, hogy az ember azonnal kap segítséget.